Már is felébred bennünk a tisztelet a zenész iránt, aki saját lelkéből ad át valamit, amikor megszólaltatja hangszerét. Ezzel a köszöntővel nyitotta meg a 9. pünkösdi fúvós zenekari találkozót Mátó Lajos, az Apátfalvi Dózsa György általános iskola igazgatója. Az eseményen a zenei pályán sokakat elindító Borbély Andrásra emlékeztek. A találkozóra a Makói Magánzeneiskola ifjúsági tagozata és az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar érkezett Szolnokról. A találkozó különlegességét az adta, hogy mindkét vezénylő karmester apátfalvi származású. Ő nagyon fontos, hiszen ő volt az a zenetanár itt Apátfalván, aki az egész faluval megszerettette a fúvós zenét, és a tehetségesebb fiatalokat pedig zenei pályára indította el. Szinte az egész országban mindenhol vannak olyan fúvósok, fúvós muzsikusok, akik ő kezdte az első alaplépéseket letenni, és nagyon nagy hálával és jó szívvel gondolok vissza őre, én magam is. A tanárom volt, és ő indított el a zenei pályán, úgyhogy mindenképpen az ő emlékére bármikor, bárhol, ha megmozdulás van, akkor ugrunk, és nagyon szívesen megyünk. Nagyon nagy szeretettel jövünk Apátfalvára muzsikálni, hiszen a Olajbányász fúvózenekarnak a karnagya Sóki Ferenc is, és én magam is apátfalvi származásúak vagyunk. És hát most ezen a pünkösdi alkalmon, második alkalommal vagyunk itt, de egyébként előzőleg is volt több ilyen fúvózenekari koncert, fesztivál Apátfalván, és amikor meghívnak bennünket, mindig nagyon nagy szeretettel jövünk a szülőfalunkba. Populáros a repertoárunk, könnyű zenétől kezdve indulókat, komoly zenei darabokat játszunk, amit szeret a közönség. Az együttesünk most 80 fős, és hát nagyon nagy lelkesedéssel és szeretettel vagyunk itt. Az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar kisebb létszámmal érkezett, ők nagyjából 30 főt tettek ki. Az embernek mindig megható a szülő településén fellépni, ez egy nagyszerű érzés számomra. Ez a második ilyen lehetőség az Olajbányász Szolnoki fúvós zenekarával, hogy itt szerepelhetünk. Korábbi években a Szolnoki katonazenekar tagjaként is részt vettünk itt számos rendezvényen, illetve hát különféle apátfalvi megmozdulásokon is szerepeltem már, ez mindig nagyon jó érzéssel tölt el. Sikota József barátommal gyerekkori játszópajtársak vagyunk, évtizedek óta tartjuk a kapcsolatot. A zenekarok között nagyon jó az együttműködés, segítjük, támogatjuk egymást mindenben is, és ez a második, illetve összesen harmadik ilyen rendezvény, ahol közösen fellép a két együttes. Érdekesség, hogy a Szolnoki társulatnak két karnagya is van. A hétfői találkozón természetesen az Apátfalváról elszármazott vezényelte a zenekart. Ferivel ilyen váltásba csináljuk attól függően, hogy kívánja meg a zenekar összetétele. Ugye ő klarinétozik, én pedig harsonázok. És most úgy alakult, hogy ezt a mai rendezvényt ő fogja celebrálni. Korán indultunk, 6 órakor indultunk Szolnokról, hogy időbe ideérjünk. Hát számos ismert művet fogunk játszani, többnyire magyaros az összeállítása a koncertnek. Brahms 4-es, 5-ös táncot játsszuk, Hubaitól a Helyre Katit, jubileumi hangok, koncertinduló, és egy-két induló még lesz.